Hello, sziasztok, üdv mindenkinek itt a csatornán, ha még nem tetted meg, akkor kérlek iratkozz fel ide kattintva, és kapcsold be a kis csengő ikont, hogy ne maradj le a legújabb videóinkról. Ez az első része annak a 3+1, az egy 4 részes rövid kis videó sorozatnak, ami alatt 4 részen keresztül el fogunk jutni egy alapnappali, könnyen készíthető sminkből egészen, egy egészen vagány, de szintén egyszerűen elkészíthető esküvői sminkig. És ebben a videóban első lépésként egy egyszerű nappali sminket fogunk együtt elkészíteni. És persze természetesen nem én fogok sminkelni, hanem ehhez segítségül hívtam Bogit, aki profi sminkes, és egy modell is kell hozzá, aki nem más, mint Kinga. Úgyhogy gyertek, tartsatok ma is velünk! Ez a smink teljesen alkalmas esetleg fotózásra is, videózásra is, aki csak valóban a saját szépségét szeretné kihangsúlyozni. Tehát ez egy teljesen egyszerű, csak egy kis kontúrt ad a szemnek, illetve a bőrt szépítjük meg. Ha kezdők vagytok, akkor körülbelül egy 20 perc, de hogyha már profik vagytok, akkor egy 10-15 perc alatt el tudjátok magatoknak készíteni. Most felteszem a BB krémet, ez lesz most az alapunk, mert ebbe a BB krémbe van fényvédő is, illetve nincs az az erős fedése, tehát egy sokkal természetesebb hatást ad a bőrnek. Ebbe a BB krémbe viszont van primer is, úgyhogy teljesen fölösleges primert használni külön. Nagyon fontos, hogy lefixáljuk ezt a BB krémet is, ugyanúgy, mint az alapozóknál, illetve adunk a bőrnek egy kis matt hatást, hogy ne legyen annyira fényes, bár a mostani trend szerint a teljesen matt ugye már nem divat, de attól függetlenül egy kicsit lemattítjuk az arcbőrt, illetve fixáljuk a BB krémet. Szerintem a sminkek akkor jók, hogyha a személynek a szépségét, a hölgyek szépségét hangsúlyozzuk ki, és nem a smink látszik, hanem az, hogy az a hölgy mennyire szép. Egy egyszerű szürke szemceruzával adunk egy kontúrt a szemnek, egy mélységet, mind a két oldalt, amit teljesen elfüstösítünk, tehát nem éles vonalakra gondoljatok, hanem egy elfüstösített szép kontúrra. Az a legfontosabb itt, hogy a szempilla töveknél legyen a legsötétebb, és ahogy haladunk fölfelé a szemhéjon, egyre világosítsuk. Szemhéj alapnak ezt a testszínű árnyalatot használom, és ezt összedolgozom ezzel a szürke szemceruzával, amivel itt megágyaztunk, ugye, a szempillák tövénél. Nagyon fontos, hogy itt is a belső szemzugba is megrajzoljuk, hogy nem, nézd felé, mitzés, ne maradjon ki ez a részese. Itt is adjunk neki egy árnyalást. Ahol meghúztam a szemceruzával a kontúrt, oda teszek egy kicsi port is, ezáltal fixálom, illetve még jobban el tudom dolgozni a széleket. Szemszínhez választunk színeket, ami legjobban kihangsúlyoz, általában komplementer színeket használjuk, tehát kék szemhez mondjuk a barnát, barna szemhez minden illik, tehát ott nagyon szabad kezet kapunk, illetve az öltözködéshez, a ruhához, hogy milyen árnyalatú a ruha, mik szerepelnek benne. De ezt a rúzsokkal is ki lehet hangsúlyozni külön. Nagyon fontos, hogy a szemöldököt szépen megrajzoljuk, mert ez keretezi a szemet. Ezt lehet porral, akkor szemöldökceruzával, illetve lehet ilyen gélekkel, szemöldöggélekkel is, attól függ, hogy milyen hatást akarunk elérni. Miután itt a nagyon természetes hatást akarjuk elérni, csak azokat a részeket rajzolom be ceruzával, ahol van egy kis hiányosság, és ott is csak szálakat, hogy mintha azok a szálak ott lennének, tehát nem egy teljes szemöldököt rajzolok ki. Számomra egy nagyon megnyugtató dolog mást sminkelni, meg általában a vendégek is mindig azt mondják, hogy nagyon megnyugszanak a székembe, és teljesen nyugodt állapotba kerülnek, és még szépülnek is. Most egy picit teszünk ide egy világosabb színt, úgynevezett negatív kontúrt, ezáltal jobban kihangsúlyozok a szemöldököt, de nem természetellenesre. Ezt az alsó szemhéjaknál is megcsináljuk a kontúrt, de itt is nagyon halványan, nagyon egyszerűen. Ha távolülő a szem, akkor belül sötétíthetünk, hogyha közelülő a szem, akkor belül világosítjuk, tehát távolítjuk a szemeket. Igazából ezt mindenki ki tudja magának kísérletezni, hogy mi az, ami neki nagyon jól áll, illetve tetszik. Tehát annyira nagyon kőbevésett szabályok már nincsenek. Szempillákat kispirálozom, hogy azért azok szép feketék legyenek, illetve általában a szempilláknak a töve, vagyis a vége, az mindig világosabb, és ezáltal kihangsúlyozom, hogy az
azok szépek legyenek és egységesek. Nagyon vigyázni kell arra, hogy ne ragadjanak össze, illetve ne legyen egy pókláb hatása. Elkészültünk a szemmel, adtunk egy kis arckontúrt neki, most adunk egy kis arcpirosítót, de azt is csak egy leheletnyit. Körbe kontúrozzuk a száját, ezt is egy nút színnel, csak éppen kihangsúlyozzuk. Egy picit tudunk rajta nagyítani a szájon, úgyhogy nem a belső kontúrt, hanem a szájnak a külső kontúrját használjuk. Amire nagyon kell figyelni a kontúrozásnál, hogy ne csak egy éles kontúr legyen a száj szélén, hanem kicsit befelé satírozzuk, és ezáltal adunk neki egy természetes hatást, illetve egy volument a szájnak. Ahhoz, hogy a legtermészetesebb hatást elérjük, az új begyünkkel, picit nyisd ki Kinga a szádat, csak ráütögetjük a rúst. És ezáltal egy nagyon természetes, lágy hatást érünk el a rúzsozással. Nagyon fontos, hogy a szájak sarkába is tegyünk rúst, ne legyenek itt üres és fehér foltok. El is készültünk a sminkkel, csak a szépségét hangsúlyoztuk ki, nem egy erős smink, hétköznapra teljesen tökéletes. Kinga, nézd meg magadat! Nagyon jól éreztem magam, megnyugtató volt, meg pihentető, hogy Bogi dolgozott az arcomon, a végeredmény pedig nagyon tetszett. Köszönöm. Nagyon szívesen. Örülök, hogy tetszett. Ha tetszett ez a videó, nézzétek meg a következőt is, mert ebből a sminkből fogunk egy kicsit erősebb nappali sminket készíteni. Ha tetszett a videó, jutalmazd egy lájkkal, mert azt szeret a YouTube, meg mi is. Iratkozz fel csatornánkra, és kapcsold be a kis csengőt, hogy ne maradj le újabb videóinkról. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!